hivatal vezetőjét. Egésznapos programokkal legelsőként ünnepi képviselőtestületi üléssel emlékeztek a település 10 évvel ezelőtti várossá avatására Nagymányokon. Karl Béla polgármester beszédében elmondta, óriási fejlődési pályát járt be az elmúlt évtizedben a város, aminek még nem értek a végére. Az akkori álmok és tervekhez képest siker. Nyilván vannak apróságok, amik elmaradnak, de helyette jön más új dolog, és úgy gondolom, hogy a következő 10 év is lehet ilyen sikeres, más irányban. Tehát eddig az élethez szükséges feltételeket kellett teremteni. Most úgy gondolom, hogy a feltételek megteremtése után jöhet egy jóléti fejlesztés, ahol már a hétköznapi életünket tudjuk szemlíteni. Az iparfejlesztés az továbbra is prioritást élvez, de azt szoktam erre mondani, hogy most már önjáró. Tehát nem is lehetne azt a feszített tempót tartani, mint az első ütemben, mert mindenünk oda ment, az én energiám is még mindenkié. Itt most már jönnek cégek, szép lassan építkeznek, az alapinfrastruktúra megvan, ezeket kell kiegészíteni, most is nyertünk 80 millió forintot infrastruktúra továbbfejlesztésére. Hosszú távú cél, hogy a iparterületen lévő út kikerüljön a Kismányoki bekötőútra, és akkor lesz egy egérutunk a Nagymányok központjába, és a teherforgalom teljes egészében el tudja kerülni a települést. A fejlődés legkönnyebben úgy lehet tetten érni, ha megnézzük, hogy változott a város egy főre jutó adóerő képessége. 6000 körülről indultunk 13 évvel ezelőtt, és számomra is meglepetés volt, hogy most olyan 27 tájékán vagyunk, és hogyha számba veszem a következő fejlesztéseket, illetve a létszámfejlesztéseket a tényleg, biztos vagyok benne, hogy el fogja érni 40 000 forintot. Ez már az a kategória, úgy tudom, ahol már nekünk a pályátokon önerőket kell betenni, de nem baj, tehát örülök, hogy így van. A fejlődést látják azok is, akik 10 évvel ezelőtt segítették a várossá válást, ilyen Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is. Egy 1000 éves település megmutatta azt, hogy 10 év alatt tud annyit fejleszteni, hogy reményeim szerint, hogyha 10 év múlva újra találkozunk, addigra azt fogják tudni mondani, hogy valóban minden álmot meg tudtak valósítani, hiszen van a közösségnek egy teremtő ereje, van egy olyan települési vezetés, akik hisznek és bíznak a jövőben, ezért sok olyan stratégiát építenek, ami mellé könnyű odaállni. Ezért szoktam volt mondani, hogy aki nem tudja, hova hajózik, annak nincs jó szél. Én úgy látom, Nagymányok tudja, hova hajózik, így városként is még többet szeretne elérni, így ehhez tényleg csak gratulálni lehet. A városavatás az nem valaminek a vége volt, hanem valaminek a kezdete, mégpedig annak a kezdete, hogy hogyan lehet továbbfejleszteni egy olyan települést, amelyik valóban eleget tett annak, ami az infrastruktúrális szolgáltatások béli elérhetőséget jelenti, hogy felsorakozzanak közé a 385 település közé, akit ma Magyarországon városnak neveznek. Az látszik egyébként az építkezéseken, a közutakon, azokban a fejlesztésekben, vagy akár ez a ugyan ipari parki címet még nem kapott, de ipari parknak nevezhető fejlesztés, ami lehetővé teszi a munkahelyeket, lehetővé teszi azt, hogy valóban ide vonza a környéken élőket, és ez érzékelhető abban is, hogy nagyon sok olyan lakos szeretne itt megtelepedni, akik a környékből szintén úgy látják, hogy ez számukra egy jövőt biztosítanak. Különösen büszke vagyok Nagymányokra, hiszen egy nehéz történelmű, nehéz sorsú településről van szó, aki egyébként amellett nagyon sikeres település volt örök életben, és most úgy látszik, hogy megtalálják azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyek a jövőt biztosíthatják az itt élőknek. Az a legfontosabb, véleményem szerint, hogy a településen olyan környezetet tudjunk az embereknek biztosítani, ahol dolgozni, élni, lakni, szeretni tudnak. Ha ez sikerül, akkor nem fogy tovább a népesség, akkor fejlődni fognak a települések, akkor lesz gazdagodás, akkor lehet új autót venni, és a családban lehet mosolyogva élni. És azt hiszem, ez a megye célja is, hogy így éljünk itt ebben a megyében. Nagymányok célja a jövőben a további fejlődés. Mivel az ipar nyeli az embereket, tehát igen nagy hiányban szenvedünk, most is ez fokozódni fog. A lakosság létszámának a régi szintre hozatala a cél, ez a 4-4500 fő. Ehhez lakóparkokat kell építeni, lakóterületeket, ezeknek a szervezése már megindult, tehát a területeket, rendezési tervet kijelöltük. Talán már, nem merem még elkiabálni, talán már van némi vállalkozó szellem is, aki
aki investálna és lakásokat építene, illetve lakóparkot építene, de ez még a jövő zenéje, de mindenképpen az előkészítések megvannak. Az ünnepi testületi ülésen adták át a Nagymányok városért kitüntető címet Stallenberger József tanárnak, közoktatási, közösségi és a német nemzetiségért végzett munkájáért. Nem sok olyan pedagógus kollégám van, aki itt is kezdte a munkáját, vagy ez az első és eddig egyetlen munkahelye a Nagymányoki iskola. Sőt, hogy egészen őszinte legyek, abban a tanteremben, ahol most jelenleg biológiát és földrajzot tanítok, vagy eddig tanítottam, ott voltam óvodás is. Egykor, tehát én itt kezdtem az egész pedagógiai pályafutásomat Nagymányokon. Szenvedő alanyként is és pedagógusként is. Szerintem egy nagyon fontos és jelentős német nemzetiségi központ Nagymányok. Az iskolai, óvodai háttérrel, nemzetiségi nyelvoktatással, de legalább ilyen fontos a mögötte álló civil szervezet, a felnőttekkel, felnőtt tánc, zenekar és kórus csoportokkal, és ehhez próbáltuk meg teremteni a tárgyi feltételeket, mármint olyan módon, hogy a próbatermeket biztosítani, a tájházat berendezni, hogy a kulturális hagyományok ápolásának a tárgyi eszközei és kellékei és anyagai megmaradjanak és bemutathatók és használhatók legyenek a jövőben is. A Nagymányok történetének van még néhány részlete, szelete, amit eddig még nem volt időm kimunkálni és feldolgozni, tehát még keresgélek, kutatgatok. Még 5 éven van a nyugdíjig, remélem még lesz időm, hogy ezt az anyagot gazdagítsuk és a nemzetiségi önkormányzat és a tájász honlapjára a megfelelő rovatokba ezek az információk felkerüljenek, és elérhetők legyenek másoknak is. A városnapi programokat sztár fellépők színesítették, elsőként Kovács Kati lépett a színpadra. Mindegyik előadás más, mert ott, ahol egy kőszínházban mindig ugyanazt a darabot adják elő, ők tudják, hogy melyik oldalon hol kell kijönni, beállni. Tehát nekünk tulajdonképpen az első 10 perc azzal telik el, hogy ismerkedünk a helyzettel. De ugyanolyan jó a Pesti Vigadóban, ahol már számtalanszor felléptünk, és ugyanolyan jó az ország másik részében, ott is otthon vagyok. Az esti nagy koncertet biztos kitalálták már, a Republik adta. Hogyha abba belegondolunk, hogy 2013. március 11-én ugye elmentünk a Cipő, aki egy, és 23 évet játszottam vele együtt, hozzáteszem 86 óta ismertem. Egy olyan karizmatikus egyéniség volt, és egy olyan erős szerző, egy olyan erős frontember, ami nagyon ritkán születik Magyarországra. És egy ilyen ember után összeszedni egy zenekart olyan szintre, ahol most vagyunk, ez azt gondolom, hogy én nagyon büszke vagyok a társaimra, a zenekar magamra is, meg az egész tábra, hogy ezt egyetem meg tudtuk tenni. Persze meg a közönség, akinek kellett hozzá.